Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép pénteki délutánon. Süt a szememben a nap, hogy látjátok, látod? Ilyen napos idő van. Amúgy itt lök az autóban, nem másról, mint a Lucas-szel. Nála van a számítógép, ugyanis megy a szüleimhez. De még mielőtt megy a szüleimhez, bemegyünk ide a bevásárlóba mi hozzánk. És hazajöttünk az iskolából. Megebédeltünk ilyen szokás szerint, és most csak én és a Lucas így kettesbe elmegyünk ide a közeli bevásárlóba, hogy is akarunk nézni. Rövidnadrágot akarok nézni, meg mit akarok nézni? Cipőt is akarok nézni. Meg körbenézünk, ilyen sétálunk egyet, aztán a Lucas elmegy a szüleimhez, ugye, én meg megyek az öcsémhez, és valószínűleg megyünk majd szörfözbe. Nem tudom, mit csinálni, valószínűleg sétálunk egy szokás szerint, úgyhogy várjál, kitolatok, és lassan elindulunk. Amúgy hoztam magammal a szemüvegemet is. Múltkor valaki kérdezte, hogy amikor festettük a házat, ugye a tetőt, múltkori videóban, akkor felakasztottam ezt a kamerát, ugye így a fejemben ilyen csattal vagy pánttal, nem akasztottam fel, ugye. Akik régebb óta nézik a videóimat, tudják, hogy van ilyen szemüvegem, ilyen rendes, olyan, mint egy szemüveg, ilyen napszemüveg, és van benne egy kamera. Várjál, mutatom csak közben. Látod? Itt a kamera középen. Ezt így felteszem, és tudok vele filmezni, úgyhogy nem kell a kamerát a fejemre akasztani, meg csatolni. Várjál, kiférünk itt, látod? Jövünk kifelé. Még mindig dolgoznak itt ezen a részen, amúgy, de szerintem sose fogják befejezni, legalábbis egy jó darabig biztos nem, és most elkezdtük ezeket a másik épületeket itt mellettünk, de azt mondta, hogy ilyen 2-3 év múlva befejezik itt az egészet. Megálltunk a piros lámpánál, látod? Megint mi leszünk az utolsók, akik elmennek, belmennek azok ott szembe, aztán elmegyünk majd mi. Aztán, képzeld el, nézzek a fejemet, látod milyen a fejem? Lukasz, milyen a fejem? Milyen? Itt erre felé. Azt mondtam ma a feleségem, hogy mi, látod? Nem tudom, látod-e vagy nem. Kezdek ott elveszíteni a hajamat, meg kezd ott őszülni, nem tudom, öregszek. Tényleg olyan, Lucas, nézzél már rám, de olyan nincsen hajam arra fel. Mi az, hogy ja, mennyire, hol? Picit, alright. Te! Végén kapasztolok, ami nem vágtam most le a hajamat, de kicsikét hosszabb ugye megszokottnál, a film miatt meg akartam egy kicsikét neveszteni, de lehet, hogy a hétvégén levágom, mert nem tudom, annyira kapasztolok, itt már nincs ilyen hajam, látod? Mindegy, zöld a lámpa, úgyhogy menjünk. Na, megérkeztünk, úgyhogy várjál, kibeölezzem magamat, aztán te mit csinálsz? Én nyolcok, mert nem van net. Ja, nincsen internet, te és lehet... Te tudsz játszani az a dinoszauruszba. Nincsen internet, ezzel lehet játszani. Csak kapcsoljuk a space. Nagyon jó, és kell ugrálni. Van ez, kapcsoljuk a space. Jó van, gyere, menjünk, mert sos érünk. Hova megyünk először? Nem... Megnézzük a mozit először. Mit játszak a moziban, és jövő héten el akarunk jönni a Lucas-szel, és akarunk valamit nézni. Mi azt nem tudjuk, hogy micsoda. Hát nagyon sokan vannak most a moziba, oda nézze. Mit? A Bessent, a kettőt? Mi csinálunk egy kettőt? Nem tudom, de az biztos nem nézik, vagy gyere. Mit nézünk? 26. lesz egy Doctor Who film. Ja, de nem azt akar. A Fantastic Beasts. Mit akartunk nézni? Mit a szóhoz? Látom? Nem az. Nem azt akartunk nézni. Mit akartunk nézni? Én tudom, mit akarok nézni. Nem azt akartunk nézni. Na, mit nézzünk akkor a moziba? Én nem tudom. Majd eldöntjük, ugye, és nem tudtuk eldönteni. Nézd, itt egy karácsonyfa, látod? Jó, nagy, szépen feldíszítették már. Na, merre megyünk? Egyenesen vagy balra? Egyenesen. Lukasz, oda nézd, látom ilyen csoki bort? Tele van csokival, maci csokival, bombon csokival, mindenféle fajta csokival. Nem megyünk most oda be, mert nincs rá ide, majd legközelebb. Ugye még mindig sétálunk körbe-körbe, még nem találtam magamnak nadrágot, cipőt se találtam magamnak, úgyhogy merre megyünk? Balra megyünk, vagy jobbra megyünk? Balra megyünk. Be akarsz venni a játékboltba? Mármint a PlayStation-os játékboltba. Ez az új része, itt van bal oldal, új... ott lesz, jobb oldal lesz. Amúgy van leározás, tudod mi van ma? Fekete péntek van. Leározás van amúgy mindenhol. Ja. A Black Friday. Aha. Amúgy állunk nem nagyon ünneplik ezt a fekete pénteket, ugye ilyenkor mindig leározás van mindenhol, inkább Amerikában van ez a nagy leározások. Minden csak 5 dollár vagy 3 dollár. Azért nem minden csak 5 dollár, de... Sok minden le van árazva, nálunk egy-két boltban le van, de nem sok helyen. Na, hol ez a játékbolt el? Ott van, nincs ott, hol van? Ellopták, hova tették? Elhagytuk? Ellopták. Ja, ellopták.
Na, megtaláltuk a boltot. Nézd! Mit nézze? Nagyon jó. Szeáttal 2017, jövőre jön. Ja. Ez a hármas. Látod, hármasok le vannak hárazva. Hú, nézd, hogy szép át. Ja, ez nagyon szép. Mi van abban? Mi van ebben? Ez valami külön kiadása. Van a Steelbook, van egy Season Pass. Ami van lehet, van hogy ez nem használ. Nem. Nem, új, gyönyörű. PS3-a. Ja, nézzük, itt van PS4-nek, mert én már látom ezt a játékot. Visszaérkeztünk, nem vettünk semmit, csak körülnéztünk egyet. Néztünk egy pár dolgot a Lucasnek. Mire? Karácsonyra? Na, jön a karácsony, mennyi? Egy hónap, nem? Hányadika van ma? 25? Egy hónap múlva karácsony. Te? Ez az év komolyan mondom, olyan gyorsan elment. Nem, Lucas? Na mit csinálsz? Na, én a számítógépedem vagy? Komolyan mondom. Úgyhogy, most itt kimegyünk, és átmegyünk ezen a bukkanon. Szép lassan. Oda nézd, milyen autó, látod ezt a jutot? Pickup, nem, Magyarországon úgy hívják, hogy pickup, ezt a pirosat. Nálunk jutnak hívják, vagy lehet, hogy nem lehet látni a kamerán rendesen. Na, már én az autó, nem én az autó, megáll. Amúgy tudod, kinek a legnehezebb vásárolni? A Davisnek, komolyan mondom, ugyanis szerintem a Davis még mindig jobban fog örülni a csomag lovpapírnak, mint az ajándéknak, amit kap. Ugye a születésnapjára is, amikor kapott ajándékot, a csomagoló papírnak komolyan mondom jobban örült, mert húzogatta, meg ilyen... Nem tudom, na mindegy. Úgyhogy valami, már nézegetünk neki egy pár dolgot, de nagyon nehéz, komolyan mondom, ez az egy éves, szerintem még a két éves is ilyen... Én szerintem nehéz vásárolni ugye valamit, aminek ugye örülne, mert na mindegy. Na, megyek tovább, csak közben elhoztam a Lucas-t a szüleimet, aztán nekik az öcsémet felveszem. Képzeld el, mit kaptam. Te, mutatom neked. Oda néz. Tudod mi ez? Hubba-bubba, látod? Hubba-bubba, Everest rágógumi. Te, én ilyet még nem láttam. Régen volt a hubba-bubba, amikor gyerek voltam, én nagyon szerettem a hubba-bubbát. Egyetlen egy baj van a hubba-bubának, hogy nagyon gyorsan elmegy az íze, ami nagyon ilyen ízletes, van tele van cukorral, mindenféle fajta dologgal, de gyerekkoromban én rettenten szerettem az almást, a zöld almásat, te. Ez most ilyen epres, és már mutatom, hogy milyen. Egy ki lehet nyitani, olyan, mint a calstok. Ha megtalálod az elejét, vagy a végét, na várjál, hol van a vége? Na mutatom, látod, így, na nem jön, várjál. De így jön, így ki lehet, húzni, na mindegy, fel van tekerve, be kell amúgy ide igazítani, és valahogy kijön, és lehet húzni, mint a szarstokot. Csak ez nem szarstok, hanem rágógumi, ez a... Te! Úgyhogy most ezt kihúzom, lehúzunk egy ilyen fél métert, egy ilyen 10 cm-t, és megesszük. Te! Ennek még mindig a hubba-hubbás íze van, kivéve, hogy ez nem a zöldalmás, az mindig nem az autót. Amúgy szeretem a rágógumit, néha szoktam rágózni, nem olyan túl gyakran. De általában ezeket a gyümölcsöseket én nagyon szeretem. Na minden! Amúgy van sokféle... Lefélsz, nem mutatom a rágógumikat. Van egy a dinnyeset, én nagyon szeretem. Ha gondoljátok, itt a videó alá megírhatját, hogy nektek melyik a kedvenc rágógumitok. Amúgy a hubba-bubbával tudod, mit lehet nagyon jól csinálni? Amint rágtad körül egy ilyen pár percig, amikor kezd elmenni az íze, és kezd egy kicsit keményedni, mutatom. Ilyen jó nagyokat fújni, te! Főleg, hogyha veszel be még egy picit többet, ugye a hubba-bubba az a régi ilyen nagy volt, és akkorákat lehetett vele lefújni, te! Amúgy még mindig squeeze van itt benn nálunk Surface-be, ugye a múlt héten is squeeze volt. Ha nem nézted a videót a múlt héten, a squeeze az nem más, mint mikor a végzősök befejezik ugye az iskolát, és egy hétig buli van lent a tengerparton, bent Surface-be, mindenhol, és tele van az egész Surfers Paradise ezekkel az iskola végzős gyerekekkel, felnőttekkel, tínédzserekkel. Úgyhogy mivel nálam van a szemüveges kamera, lehet, hogy felveszem, és amikor sétálunk körbe az öcsémmel, megmutatom nektek, hányan vannak benn, miket csinálok, bár még mondjuk kora van, ugye, mert a bulik nem ilyenkor kezdődnek, de benn volt a hírekben, ugye minden a benn van a hírekben, hogy hány gyereket, ilyen embereket ugye tartóztattak le, elvittek, mert sokat ittak, verekedtek, ugye ilyenkor mindig sok balhé van ilyenkor ebben az egy hétben, nem csak ebben az egy hétben, de főleg ebben az egy hétben. Megérkeztünk, ugyanoda megálltunk, mint múlt héten. Mostában mindig itt állunk meg, oda néz, látod? Pont ezen állján annyi, hogy most állítottunk egy autó, meg ott sétál egy lány a kutyával, de onnét meg kezd felősödni. Úgyhogy elindulunk, hoztam a szemegemet, úgyhogy ezt majd bekapcsolom.
Bár sötétben nem tudom, hogy hogyan fog látni a szemüveg, ugyanis ugye a kamera nem olyan túl nagy ebbe, itt van közepem. És a fény, meg minden sötét, na minden, ma meglátjuk, úgyhogy húzzuk magunkat, aztán menjünk. Na nézd, kiszálltunk az autóba az öcsémmel, és jön egy csónak, látod, jönnek a gyerekek. Itt fognak kikötni valószínű, átjöttek a túloldalról. Itt kikötnek, aztán ennek be tovább szörfözve, arra felé. Ami sok ilyen gyerek jön ilyen kisebb csónakkal, aztán csak hajókáznak egyet. Ugye ez nem kell jogosítani, ilyen kis motor van rajta, nem kell hozzá jogosítani, és nyugodtan lehet vele akárhova menni. Jó nagy hullámokat csinált, komolyan mondom, te! Nézd, ott a tévé, látod, ott a bemondó. Most mondják a híreket. Ott a nagy antennája, látod? Hát lábire szoktak lejönni délutánonként, aztán mit csinálják a hírt. Mi mindig sétálunk befelé, egy ilyen 5 perc biztos, mire beérünk oda a központba. Aztán ott megyünk egy kört. Aztán jövünk vissza. Na nézd, megérkeztünk le a tengerparthoz. Már élnék a hullámok, amiatt képzelően le volt zárva a tengerpart a... Ma lehet, hogy ma is le volt zárva, közben az oldal már. Tegnap le volt zárva, tegnap előtt is. De ahogy nézem, lehet, hogy még ma is le van zárva. Oda nézd, milyen gördeszkája van annak az embernek, látod? Azzal át lehet menni mindenhol szerintem. Legalább nem kell neki hajtani magát. De mindjárt elesik a gördeszkám. Látod, milyen dugva? Gyere, kimegyünk ide a szélére. Kinézzünk egyet. Van nézd, fürdenek, látod? Azok nem félnek, hogy belefulladnak. Ami itt nincs már életmentő. Sehol se, oda nézzél, látod? Csak az a két-három, mennyi? Két ember van benne. Tudom, fényképeznek, turisták. Ott itt bum, valaki beleesett, láttad, Ata? Azok ott napoznak. Ott meg le van zárva, mert ott lesz a buli majd este megint, látod? Ott a távolba. Na, megyünk visszafelé. Onnan nézd, valaki ott alszik, biztos, hogy elfáradt az este, vagy délután. Lehet, hogy sokat úszott, vagy ivott. Na gyere, átmenjünk a túloldalra. Zöld a lámpa. Nézd, ott állnak a rendőrök. Hát nem minden milyen a lámpa. Amik le van zárva az út, nem minden milyen a lámpa. Oda végig sétálunk, aztán nem megyünk valamit inni. Lehet, hogy mit iszunk? Kakaót iszunk megint? Vigyázz, jön a madár. Ne kell, hogy a fejednek. Belépek rá, nem is színe? Amint ezzel a részen van, látod, ilyen sok turista dolog. Lehet itt kapni mindenféle fajta dolgot. Lehet kapni ott rövidnadrág, a szörfdeszkát, ott a fagyizó, a másik fagyizó, itt az éttermek vannak bal oldalt, ott a kávézó, ott az a mexikói. Olyat néha szoktunk enni, az nem olyan rossz, az a sárgat lehet hátni. Oda nézd, látod ezt a kollát? Ez is jó felöltöztető. Mostában mindeniket így átfestik, kiraknak ilyeneket és átfestik őket. Ezek a fa növényzetek meg szépen ki vannak világítva. Már nem csak karácsonyra, mert mindig ki vannak világítva, mindegy, hogy mikor jössz ide. És ilyen karácsonyias hangulata van az egészre. Ott a hídés mozi, látod? Én még nem voltam benne, de azt mondják, hogy jó, várj, én az autó. Na, mehetünk. Mindenki jön, megy. Bár ezek az iskola végzések majd később fognak ám kijönni, mert az még mindig kora van. Látod, itt is van egy fagy is. Ez meg kisbolt. Ruhabolt, mindenféle fajta bolt. Fellöknek minket mindenhol. Mindenki csak tolakozik, de... Ez nézd, mit csinál, mint zenél. Látod, nem is kell fizetni a bulit. Ugye kire itt kijössz. Lehet, hogy villamosra kellett volna jönni, komolyan mondom. Nézd, jönnek a biciklis rendőrök, látod? Milyen bicikliük van? Megnyomjuk. Nézd a kocsmát, látod? Jó sokan ülnek be.
itt kint lehet amúgy dohányozni, ott bent nem lehet már dohányozni egy jó ideje. Mi most itt megyünk, azt a kanyar után elfordulunk balra, és menjünk oda a Coles-ba, hogy egy ilyen bolt, és ott veszünk valamit inni valószínű. Na megjöttünk a boltba, mit veszünk? Paradicsomot? Hogy nézd ekkora paradicsom? Te... Na meg, $1.50 az uborka. Milyen vastag? Milyen karjét? Gyere, menjünk karjét. Nézd, van paprika is. Nézd, a cseresztje le van árazva, $6 ez a kis dobozza. Hát nem a legszebb, oda nézzél. Látod? Ilyen rohadt fest. Tehát még kukat is van benne. Na mindegy. Mit mondasz? Ja, van ilyen zacskó. Ez 19, nem? De? $20 ez. Ja, $20. Ez a kis zacskó van. Ez $20. Te? Ez a legszebb. Nálunk a cseresztje nagyon-nagyon drága. Finom volt legalább. Cseresztjét se eszünk idén már szerintem. A $20 biztos nem. Na minden, mit eszünk? Vagy eszünk? Mit iszunk? Fantát. Én fantát iszok, amit kell venni sajtot, kell venni tejet, meg mit kell venni? Tejfölt kell venni. Úgyhogy átfogjunk a túloldalra, mert ott van a teljes termi. Ott szembe, baloldalt, valahol. Nézd a gyereknek, ottan gördeszkászik, látod? Ja, nem szeret gyalogolni. Várja, itt a tej. Milyen tejet kell vennem? Na nézd, a gyerek még mindig deszkázik. Azt hiszem, hogy bevásárolt, megvan mindenünk. Visszajöttünk, közben lement a nap, oda néz, látod? Sötét van. Megittük az italunkat, hogy most elmegyünk hazafelé. Filmeztem ott bent szörfözve, de remélem nem volt húszszeles, és majd lehet hallani a hangot, meg mindent. Hogyha nem, akkor zene lesz a videó alatt. Tehát, hogyha zene van a videó alatt, akkor az azért volt, mert nagyon szeles volt az idő. De remélem, hogy azért nem lesz túlszeles. Na minden, ugye most elmegyünk hazafelé, itt ezt a videót már elment a nap. Nem a nap, a fény. Befejezem, ugyanis a Davis már valószínűleg, hogy alszik, mire hazaérek, és nem akarok otthon hangoskodni. Úgyhogy mára ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!